Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja. A mai kérdésünk, nekem valók a tőzsdei befektetések? Hogyan működnek? Mekkora kockázatot érdemes vállalni? érdemes -e akár egyedül belevágnom a tőzsdézésbe? Ezekre keressük a válaszokat, vendégünk Pekár Dávid, a Raiffeisen alapkezelő befektetési igazgatója. Én Gyükeri Mercedes vagyok. Én pedig Stolcsa Viván. És ez a Kasszakulcs, a HVG pénzügyi podcastja. Üdvözlünk Dávid a stúdióban. Egy nagyon alapkérdéssel kezdenénk a műsort. Hogyan működnek a tűzsdé befektetések? Köszönöm is köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat és titeket is. Hogy hogyan működnek a tőzsdei befektetések, ez egy elég átfogó kérdés, azt gondolom. Nagyjából onnan érdemes szerintem elindulni, hogy ha az embernek képződik megtakarítása, akkor nyilván egy logikus igény, hogyha van félretett pénz, akkor ezt be is szeretné fektetni, és itt elkezdődik egy gondolkodás azon, hogy ezt milyen típusú eszközbe tegye. Azt gondolom a hogy legjobb, hogyha az ember ilyenkor felkeres egy, egy bankárt, ez egy prémium vagy privát bankár lehet vagyoni helyzettől függően, és ő fogja tudni elindítani ezen a folyamaton, ő fogja tudni segíteni abba, hogy hogyan fektesse be a pénzét. Ebben jellemzően az első lépcső az az, hogy a, az ügyfél egy értékpapír számla nyitáskor kitölt egy úgynevezett MIFID tesztet, a felmérik a kockázatát, hogy milyen időtávra tud befektetni, milyen termékismerete van különböző eszközök kapcsán. És ez ad egy képet a, a bankárnak is arról, hogy egyáltalán milyen befektetési univerzum jön szóba, mi mibe tud az adott ügyfél fektetni. Úgyhogy szerintem ez az első fontos lépés, amikor az ember befektetéseken törje a fejét, hogy ezt egy szakemberrel indítsa el ezt a, ezt a folyamatot. Miért fontos az, hogy milyen az én tudásom, hogyha úgyis egy szakemberre bízom a pénzem? Attól függ, hogy ugye, hogyha az embernek nincs ismerete például a kockázatosabb eszközökről, például mondjuk részvényekről, akkor nem is lesz tisztába azzal, hogy milyen veszteséget tud elszenvedni egy ilyen esetben. És ugye a szakemberű befektetési tanácsot ad, de nem kezeli feltétlenül az ügyfél helyett a pénzét, vannak különböző konstrukciók is. És itt nagyon fontos azt gondolom, hogy az ember akkor tud hosszú távon hatékonyan és sikeresen befektetni, hogyha érti azt, hogy mit, mi történik a befektetéseibe, érti azt, hogy azt miért csinálja, és ez különösen akkor lesz fontos, amikor egyébként valami probléma van. Tehát amikor valami rossz tőstei szituáció van, vagy rossz rágazdasági helyzet, és ezért adott esetben a értékpapírjai vesztenek az értékükből, hogyha ilyenkor tudnak neki segíteni a bankára, hogy miért is vett azt az értékpapírt, milyen időtávra tervezett akkor, hogy nem egy évre, hanem ennél hosszabb időtávra vette ezt az értékpapírt, akkor ilyenkor tudja tartani ezt az eszközt az ügyfél. Egy nagyon jellemző probléma szokott lenni a befektetőknél, hogy érzelmi alapon hoznak döntéseket, olyan piaci környezetekben adják el a megvásárolt értékpapírokat, amikor alacsony áron tudják csak ezt Megtenni, és ilyenkor fontos az, hogy ha van termék termékismerete, értette korábban is ennek a kockázatait, akkor ezeket a pszichológiai csapdákat is sokkal könnyebben el tudja kerülni az ügyfél. Mi az a helyzet, amikor az ember túl nagy kockázat nélkül elgondolkodhat azon, hogy saját maga próbálkozzon meg a tőzsdézéssel, és mi az, amikor mindenképp érdemes ehhez segítséget kérnie, illetve mennyire el tud megbízható lenni egy tőzsdei ez a legfontosabb kérdés az elején. Én, én alapvetően a szakemberekben hiszek, tehát én nem sütök magamnak otthon kenyeret, nem szerelem meg a légkondimat, én ehhez mindig szakembert hívok. Én szerintem a pénzügyeinket is így érdemes kezelni, hogyha valakinek képződött megtakarítása, hogyha valamilyen szakmába egyébként egy jól kereső szakember, akkor nem érdemes az idejét szerintem azzal tölteni, hogy megtanuljon egy másik szakmát, hanem inkább töltse a családdal, barátokkal, hobbival, és ezért inkább bízzel a szakemberre. Nyilván az, akinek van pénzügyi előképzettsége, értehez, ismeri a terminológiát, ismeri a termékeket, ismeri a kapcsolatokat, ő kezelheti ezt egyedül is, de én azt gondolom, hogy az emberek túlnyomó többségének a jó választás hosszú távon az a szakember. Az, hogy a tűzsdei appok mennyire megbízhatóak, ugye itt mindig az a fontos, hogy milyen intézményrendszer van az ap mögött, hogy az ember, ha elmegy egy bankhoz, akkor egy nagyon jól szabályozott entitásnál fog befektetni. Hogyha elmegy egy olyan, olyan applikáción keresztül fektet be, ami mögött nincsen mondjuk adott esetben bank, ahol csak virtuálisan lealokált alszámlák vannak, nincs mögött adott esetben valódi számlanyítás, egybe kezelődnek a pénzek, az ügyfélpénzek, ott ugye mindig sok visszaélésre adhat ezokat. Ez nem tesz, hogy lesz is visszaélést, de ez több visszaélésre adhat okot. Mindig a gyengébb szabályozás az egyébként több visszaélésre ad okot, és ilyen szempontból egy picit mindig kockázatosabb ilyen applikációkon keresztül befektetni. Tehát nagyon fontos az, hogy mennyire transzparens az adott szolgáltató a költségeit illetően. Ugye az ember elmegy egy bankhoz, akkor ott egy nagyon hosszú kondíciós listán keresztül látni fogja pontról pontra, hogy milyen típusú befektetés, milyen költséggel jár. Még egy, egy ilyen applikáción adott esetben hirdethetik az az applikációt, hogy nagyon nagy csak a költségei, de valójában nagyon sok ponton nagyon sok rejtett költség van beépítve, ami nem transzparens, nem publikus, és az ember ezt hosszú távon érzékeli csak, hogy nem azt a hozamot éri el, amit szeretett volna a befektetései. Említetted már azt, hogy itt nem feltétlenül rövid távra fektet be az ember pénzt, hogyha, hogyha részvényeket vásárol. Milyen más szabályokat érdemes még az embernek a fejében tartani, hogyha, hogyha ráveszi magát arra, hogy ilyen módon fektesse be a pénzét? A legfontosabb az, hogy az ember mindig befektetésekről gondol, hogy nem pedig spekulációról. Ugye a kettő között nagyjából inkább az a különbség, hogy a befektetés mindig hosszú távról szól, mindig valamilyen fundamentumon alapul, nem pedig rövid távú mániákat próbál megcélozni, nem rövid távon akar pénzt keresni. Azt gondolom, hogy értéket teremteni hosszú távon a befektetési szemlélettel lehet, és ezt érdemes az embernek megfogadnia. Amit fontos talán ilyen egyszerű hüvelykú felállítani, abból a legelterjedtebb és a leginkább evidens ez a diversifikáció, tehát az csak egyféle eszközbe fektessem, hogyha ajánlottak neki egy jó részvényt, lehet, hogy az az ajánlás még egyébként helyén való is, de az biztos, hogy óriási kockázatot vállal, hogyha egy-egy ilyen eszközbe helyezi csak el a megtakarításait. Másképp fontos, hogy diversifikálni nem csak eszközök terén, hanem devizák terén is érdemes földrajzilag is, tehát most már elég nyitottak a tőkepiacok, az ember befektetett Egyesült Államok piacai Nyugat-Európában is, Európa dollárba is be tud fektetni, tehát nem csak a forintbe érdemes adott esetben gondolkodni. És ami fontos az, hogy a kockázatot is kell tudnia vállalnia az bár hosszú távon nagyon sok hozzámról mond le egyébként a magyar lakosság azzal, hogy nem tart elég részvényt. Nyugat-európában és főleg az Egyesült Államokban sokkal elterjedtebb a magas részvényaránya a portfóliókban, ott sokkal elterjedtebb is egyébként az száz kultúrában, hogy szinte mindenkinek van saját bankára, aki, aki egyébként tanácsot ad neki. Úgyhogy az is nagyon fontos szerintem, hogy léteznek is az Egyesült Államok szabályok arra, hogy milyen életkorban mekkora részvény hányadot tartson valaki, ugyanis minél fiatalabb az ember, annál hosszabb az időtávja, annál inkább érdemes neki több részvényt tartania, mivel azért a gazdaság alapvetően úgy működik, hogy az értékteremtés az a részvényesnél csapódik ki a, a, sor végén, így sokkal jobban jár azzal a befektető, hogyha tényleg van értemi részvény súlya. És talán még, amíg érdemes rakni, hogy figyeljen a költségekre és figyeljen az adókra. Tehát, hogy vannak például adómentes konstrukciók, amikkel el, amit nagyon sokat számítanak egy hosszú távú befektetésnél, és az is, hogyha egyébként nem látta előre, hogy milyen költségekkel fogsz szembenézni. Említetted a kockázatokat, tehát hogyha jó az ember fölmérte nagyjából azt, hogy milyen fajta befektetés milyen kockázatot hozna, de hogy érdemes számolnia, vagy válogatnia, hogy neki saját magának mekkora rizikót érdemes vállalnia. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és a kockáttal az a baj, hogy az ember mindig csak akkor tudja erre a kérdésre választ, amikor először realizálódik a kockát az ő Tehát van sok olyan ügyfél, aki azt gondolja, hogy ő elbír egy 20%-os tőkepiaci esést, amikor az 20% megtörténik, akkor pedig nem bírja el, és eladja a részvényeit, és pont egy rossz ponton teszi ezt. Erre egyébként nagyon szép tapasztalati, tehát tényleg jó kimutató statisztikai minták vannak, hogy mennyi hozamról mond le az ügyfél azzal, hogy rossz kországi és oszkor száll vissza egy befektetésbe. Úgyhogy itt érdemes mindig szerintem az legelején, tehát a befektetés legelején azt végig gondolni, hogy én hogy reagálnék arra, hogyha az a száz egység befektetése az csak 80 at érne egy év múlva, ez nekem vállalható-e, összecsenge egyébként a céljaimmal. Tehát a például egyszerű logikánál maradva akar valaki lakást venni a következő egy-két évbe, ő kezdjen el nagy részben súlyt vállalni, hiszen benne van a következő egy-két évben az a kockázat bőven, hogy le fog befektetése, őnek is sokkal inkább mondjuk akkor egy kötvény típusú eszközbe érdemes Kiülni azt az egy-két évet. Hogyha valakinek a következő 5-10 évében nem látszik nagyobb kiadás már, gyerekek egyetemisták, melyik dolgozik, de még bőven van idő a nyugdíjig a befektetőnél, Neki sokkal hosszabb az időtávja, ezért felvehet adott esetben egy magasabb részvénysúlyt, de itt is végig kell gondolni azt, hogyha egyébként a százegység befektetésé mondjuk 50 kötvénybe és 50 részvénybe rak, akkor ott is egy 20-30%-os részvénypiaci esés, az még mindig jelentős részét elvisz a befektetésének, hogyha ezt tudja vállalni, akkor nyugodtan elébe tud menni. Szóval inkább ilyen érdemes gondolkodni már a legelején, amikor befektetünk, tehát végig gondolni. És itt a negatív szenáriókra érdemes gondolni, mert nyilván a pozitívat az könnyen kezeli az ember, amikor az, az következik be. Mi kellene ahhoz, mi lenne az a, az a nagyon rossz szenárió, amilyen esetben én komoly veszteséget szenvednék el, hogyha türelmes vagyok, hogyha bírom a kockázatokat, tehát nem, most nem arra az esetre gondolok, hogy én most így érzelemből kiveszem a pénzemet egy rossz helyzetben. És ha abban a keretben gondolkodunk, hogy valaki egyébként elég diversifikált, tehát sokféle piacra befektetett, mert nyilván, hogy ember csak Magyarországon fektet be részvények szempontjából, akkor hordoz egy egyedi kockázatot az ő portfólió, hogyha a magyar jogszabályi környezet változik, hogyha a magyar gazdaságnak egy nagyon nehéz éve lesz a következő 3 éves időszakban, akkor nyilván nagyon rosszul tudnak adott esetben teljesen befektetései. ha egy kicsit globálisabban gondolkodunk, akkor ugye már a globális növekedésnek a dinamikája lesz az izgalmas a részvénybefektetések szempontjából. azt gondolom, hogy alapvetően a modern kapitalista világ úgy van ki alakítva, hogy a, az ösztönzők a felé vezérlik a, az egyéneket is, a vállalatokat is, és is agregáltabb szinten a gazdaságokat is, hogy növekedjenek, több profitot termeljenek, nagyobb árbevételük legyen, és hogy mondtam, ez alapvetően a csapódik ki. Hogyha az ember túl koncentrált pozíciókat vállal, egy-egy szektorra fogad csak, akkor jóval jelentősebb a rizikója, mint hogyha egyébként egy szélesmerítésű eszközosztályba fektet be. Úgyhogy ez segít elkerülni az ilyen típusú veszteségeket. Lehet azért egyébként szenáriókat gyártani arra, hogy mondjuk egy 3-5 éves időtávon se járjon jól valaki a részvénybe, ez nyilván arról szólna, hogy sok geopolitikai konfliktussal a világba felerősödik, emiatt már nem a komparatív előnyökön alapuló logika érvényesül, akkor már nem olyan a vállalatoknak a költségszerkezete, nem olyan a növekedés, a lakosság elkölthető jövedelmese, és akkor lehet mondjuk a világgazdaságnak egy három éves pangó időszaka, amikor egyébként nincs érdemi növekedés. Ez valószínűleg kicsapódna ugyanúgy a részvénypiacon is, de szerintem, hogyha hosszabb időtávon gondolkodik az ember, akkor a részvénybefektetések jellemzően egy oldi klasszifikált részvényportfólió, azt tényleg tud neki érdemi generálni. Akkor most végvettük a szabályokat. Egy fontos szabályról nem beszéltünk, hogy ha az ember tudatos, és vállalja kockázatokat, stb. Vagyonának, vagy elköldhető jövedelmének mekkora hányadát érdemes legfeljebb részvényekbe fektetni? Van egyáltalán ilyen szabály? Ezt szerintem nincs, általános szóval nincs, ez életkörülményekről, élethelyzettől, céloktól, stb. sok mindentől függ. Olyan, amit mondtam, hogy a angolszász kultúrával létezik nagyon egyszerű megoldások például van egy olyan, ahol a 120 minusza az életkor definiálja, hogy mekkora arány legyen valakinek a portfóliójába. Például valaki ugye nagyon fiatal, tehát még csak most kezdte el a pályáját, épp hogy kijött az egyetemről, és 20 pár éves, akkor ugye közel 100%-nyi részvény adódna ebből a struktúrából, mivel neki van ideje nagyon sok még a hátralévő idejéből, alapvetően ugye nettó megtakarító lesz, tehát ő, hogyha egyébként elhelyezkedik valahol, és tud havonta megtakarítani, akkor folyamatosan tud új pénzeket befektetni, és ezeket tudja hosszú távra tenni. Nyilván, ahogy az ember közeledik mondjuk például a nyugdíjhoz, úgy már nem érdemes azért a megtermelt vagyonát, egy életmunkáját érdemi kockázatnak kitenni, pont ezért ilyenkor nagyon lecsökken ez a és nagyobb lesz benne a kiszámítható elem a kötvényeknek a részránya. Nyilván ez csak egy szabály, tehát ezt nem senkit, hogy ez alapján fektessen be. De ebből is látszik, hogy az életkor és a hátralévő időtáv az nagyon sokat nyomalatba, és az nagyon sokat megmagyaráz abból, hogy mekkora részvénysúlyt érdemes tartani. Ezen kívül azért elég sok személyes preferencia is belejátszik, hiszen nyilván egy 30 éves ember is lehet, hogy egyébként nagy kiadásokkal néz szembe a következő évekbe, ezért nem ajánlott neki a, a kockázatos portfólió. Úgyhogy ezért nagyon fontos az, hogy az igazán értékteremtő osztályon befektetés szempontjából van az embernek egy nagyon jó kapcsolata a prémium vagy privát bankárával, akivel végigjárja a befektetés folyamatot, kialakítanak egy portfóliót, és utána ezeket folyamatosan újra-újra nézik, hogy hogy változnak a preferenciái az ügyfélnek, ezért van például az, hogy a privátbanki szegmensbe, ahol az igazán vagyonos ügyfeleket szolgálja, ki például a Ralf Eisenbank is, ott nagyon hosszú, akár generációkor átívelő kapcsolatok is létre tudnak jönni. És ott lehet, hogy egy idő után már nem is az eredeti ügyfél az, aki ott van, hanem neki egy gyereke, és már az ő gényeihez kell alkalmazkodni, amikor befektetésekről beszélünk, de pont ezért nagyon fontos az ügyfél-bankár kapcsolat, hogy ezeket a egyedi helyzeteket, ezeket mit kezelni tudja, és erre a portfólió is reflektálni tudjon. Itt azért ugye most, hogy említetted a legnagyobb vagyonok birtokosait, valószínűleg azért most Magyarországon nagyon sokan gondolkodnak még úgy a tőzsdézésről, vagy épp az riasztja el őket, hogy azt hiszik, hogy ebben nagyjából akkor érdemes belevágni, amikor becsekkolnak mondjuk a tízezer leggazdagabb magyar közé, és akkor miközben a luxusi aktyukon lepöccintik a szivar végét, a közben hívogatják a brókerüket. De középosztálybeliként jól értem, hogy már lehet valamennyi megtakarítással érdemes megpróbálkozni. Ki az, akinek ilyen szempontból már ajánlanátok, hogy tegyen egy próbát a pénze egy részletős érdélevételével? És van-e olyan kör, akinek azt mondanátok, hogy inkább ne, tehát hogy akkor már vegyen inkább állampapírt abból a pénzéből, ami van? Én egyébként, akinek van hosszabb időterve, szinte mindenkinek javasolnám, és hogyha az emberek nincs még meglévő vagyona, akkor erre nagyon jó úgynevezett rendszeres befektetési programok léteznek, ami abba segít, hogyha az embernek van mondjuk száz egység jövedelme, és abból meg tud takarítani tizet, akkor meghatározza, hogy minden hónapban ugyanazon a napon az a tíz befektetődik. És ugye itt ki tud választani például egy olyan befektetési alapot, ami mögött részvénykosár van, vagy valamilyen aktív vagyonkezelés, és abba rakja bele a pénzét hónapról hónapra azt a tíz Így nem kell neki időzíteni, tehát nincs igazából, sőt, igazából neki még az a jó, hogyha csökkenő részvénypiacok lesznek a következő években, mert akkor egy alacsonyabb árfolyamokon tudja folyamatosan megvenni a saját részét. Nyilván az első befektetésekkel lesz vesztesége, de alapvetően apránként egyre jobb bárfolyamokon tud vásárolni, és utána van egy fix megtakarítása, ha esik, ha fúj ezeket a tízegység kvantumokat befekteti, és valami olyan kockázatosabb értékteremtő, de már önmagában, tehát erejük a befektetési alapok, ezek önmagában jól diversifikáltak sokszor, tehát nem kell az ügyfélnek azon gondolkodnia, hogy hogy ossza szét a saját vagyonát, hanem ezt a befektetési alapkezelő mögötte neki már megteszi, és ezekbe rendszeresen be tud fektetni, akkor szerintem nem csak a jakton a egyedi lehetősége lesz a befektetés, hanem ezt bármilyen középosztálybeli meg tudja egyébként tenni. Hogyha a jövedelmet akarok realizálni, nem úgy, hogy a számlán nézem, hogy egyre magasabb ott az egyenleg összege, hanem valóban likvidtőkére van szükségem, akkor hogyan érdemes gondolkodni erről az alapról? Ha valakinek szüksége van és el kell adnia a befektetéseit, akkor egyébként befektetési alapokat jellemzően pár napon belüli visszaváltással könnyedén meg tudja kapni a pénzét. Ugye ezeknek az alapoknak mindig kiszámolják a nettó eszközértékét, és ezen a ezen az árfolyamon teljesül az ő megbízása, hogyha egyébként egyéb tűzsdei részvényei vannak, akkor pedig mindig a aktuális árfolyamon el tudja ezeket adni. Úgyhogy viszonylag könnyen, hogyha likvid befektetései vannak, akkor könnyen likvid tudja tenni. Vannak speciális befektetési formák, amik jóval kevésbé likvidek, például egy ingatlan is ilyen, aminek nyilván jóval hosszabb átfutással kell számolnia az eladásakor. Ezt mindig figyelembe kell venni, amikor az ember ilyen típusú befektetési döntést hoz, hogyha likvid eszköz vásárol, akkor tudnia kell, hogy lehet, hogy neki az hónapok vagy fél év lesz, mire eladja, és nem érdemes akkor arra építeni, hogyha valami vészhelyzet aludik, akkor ebből tudja majd finanszírozni, mert akkor valószínűleg nagyon nyomott áron tudja csak eladni. De a, a legtöbb tőzsdei és a befektetési alapoknál is elég nagy likviditásúak, ezek elég gyorsan pénzét tudja tenni az ügyfél. És ha már itt ennyit beszélgetünk hüvelyk új szabályokról, arra van-e valami ilyen fajta szabály, hogy hogy és mikor érdemes kiszállni? Szerintem ez olyan, amit az elején érdemes az embernek végig gondolnia, mert az emberre visszahatnak az árfolyamok, ennek van egy reflexivitása, hogy nekünk van egy elképzelésünk egy részvényre, hogyha annak emelkedik vagy esik az árfolyama, teljesen más elképzelésünk lesz ugyanarról a részvényről, akkor is, ha egyébként nem változott körülötte semmi, de visszahat ránk az, hogy nyereségünk vagy veszteségünk keletkezett azon, az eszközön. Ha valakinek van egy hosszú időtávja, és vásárol olyan részvényeket, amik egy jó piacon működnek, egy jó szektorba, egy jó értékteremtő menedzsment van mögöttük, akkor azt gondolom, hogy attól hogy emelkedik a részvényárfolyama, nyugodtan hátra dőlhet és nézheti ezt tovább, és egyáltalán nem érdemes emiatt hozzányúlni a, befektetéséhez. Illetve ennek a másik oldal is igaz, hogy ha ez a részvények esnek, akkor érdemes mindig végig gondolni, hogy az a befektetési logika, miért ezt vásárolt, és itt nagyon fontos az ügyfélbankár kapcsolat, hogy ezt vele egyeztesse, hogy fennállnak azok a körülmények, amiért ezt az eszközt vették, akkor nem érdemes önmagába emiatt eladni. Úgyhogy mondom, hogy ez, ez megint szituáció és helyzet függő. A legfontosabb szerintem az, hogy ne, ne egy érzelem vezérelt legyen a kiszállás, hanem előre kitalálja, hát például az ügyfélnek az a célja, hogy befektetései meg a megtakarításai együttesen elérjenek egy bizonyos összeget, és abból van valami célja, hogy azt mire költi, akkor ez egy jól definiált és előre kezelhető cél, aminél ebből ki lehet szállni, de ne egy utólagos érzelmi döntés vezérelje, ezt az általában csak értékromboló. Köszönöm, Dávid, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel a Kasszakulcs csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastja, a HVG podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Gyükeri Mercedes vagyok, Szolcse Viván nevében is búcsúzom tőletek, viszont hallásra. Váltsd velünk valóra a műsort, a Raiffeisen Bank támogatja.